Ha a történelmi helyzet ezt követeli meg, és a választási eredmény erre készteti, hajlandó lenne az LMP-vel és a Momentummal is koalíciós megállapodást kötni a Jobbik. Ezt mondta Vona Gábor pártelnök az MNO.hu-nak, és Vona Gábor itt van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ebből a hírből nekem igazából az ütötte meg a fülemet sok minden egyéb mellett leginkább, hogy ezek szerint senki sem olvasta a Havas Henrik önről készült könyvét, mert ebben az interjúban is mondja, hogy ön ezt már ott is elmondta, hogy akár lehetne is koalíciót kötni. És maga ez a hír sem, a tegnapi hír sem szólt akkor át, hiszen az összes híroldalon hát úgy lejjebb valahol. Az Indexen két mondatot említenek róla, aminél általában azért az ausztrál kétfejű kecskék is többet kapnak. Szóval nem érdekli az embereket a Jobbik, vagy nem érdekli az embereket az összefogó? Ezt az emberek tudják megmondani, de én ezt másképp látom. Egyrészt Havas Henrik könyve ugye még nem jelent meg, tehát erről néhány információ kiszivárgott, a szerző adott egy interjút, vagy talán néhány interjút ez ügyben, és ebben az interjúban beszélt arról, hogy én ebben a könyvben már ezt megemlítettem, mármint azt, hogy egy adott esetben, mint lehetőség, nem zárnám ki annak az esélyét és a lehetőségét, hogy az LMP és a Momentum, amennyiben az Orbán kormány leváltásának ez az ára, akkor mint kompromisszum, mint az ország felemelése érdekében egy megegyezési lehetőség fölmerülhet. De természetesen azt is hozzá kell tegyem, és a könyvben is hozzátettem Havas Henrik kérdésére, hogy nekünk nem ez a forgatókönyvünk van, hiszen a Jobbik egyedül kívánja megnyerni a választásokat. Egyedül is indulunk a választásokon, és legjobb esetben és reményeink szerint egyedül tudjuk majd irányítani, kormányozni Magyarországot. Ez abban az esetben merült föl, hogy mi van akkor, hogyha nem. És ebben az esetben nyilvánvalóan azt gondolom, hogy az ország felemelése érdekében az embernek valamiféle nyitottsággal rendelkeznie kell, de azt, hogy a Fidesz-szel, vagy akár az MSZP-vel, vagy a DK-val, azokkal a pártokkal, akiknek felelőssége van abban, hogy Magyarország ma itt tart, most ezekkel a pártokkal teljes mértékben kizárom azt, hogy bármiféle választások után együttműködés kialakuljon. Nyilván egyedül szeretnének kormányozni minden pártnak ez a célja, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nincs itt semmi látnivaló, menjünk tovább, mert eddig még csak szóba sem került az, hogy ne egyedül alakítana reményei szerint kormányt a Jobbik. Most mégis szóba került az LMP és a Momentum. Mit jelent ez? Kezdenek aggódni a számok miatt? Megkérdezték tőlem. Tehát én csak a kérdésre válaszoltam, én elmondtam. A kérdés az volt, hogy készül a Jobbik a választási győzelemre. Én elmondtam nagyon egyértelműen, hogy úgy készül a Jobbik a választási győzelemre, hogy egyedül indul a választáson, minden választókerületben saját jelöltet indít, és reményeink szerint, mint a legerősebb ellenzéki párt, a legtöbb szavazatot meg tudja majd szerezni mind a választókerületekben, mind az országban. Tehát azt mondja, hogy korábban öntől senki nem kérdezte meg azt, hogy a Jobbik koalícióra lépne valakivel. Ebben a formában, ahogy a Havas Henrik megtette, így nem kérdezték általában, kérdezték, hogy készülök-e koalícióra, elmondtam, hogy nem. Mint ahogy most is azt mondom, hogy ha úgy kérdezni meg, hogy készülök-e koalícióra, azt mondanám, hogy nem készülök. Ha a kérdés úgy merül föl, és akkor ez az, amit szerintem fontos mindenkinek jól értenie, ha a kérdés úgy merül föl, hogy az Orbán kormány leváltása érdekében, az ország felemelése érdekében nekünk nyitottnak kell lennünk egy koalíciós tárgyalásra, akkor én az LMP-vel és a Momentummal tudom elképzelni ezt, ami szintén még ebben az esetben sem jelent biztos koalíciót, hiszen láthatjuk Németországban, Ausztriában, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Ott a programokat egyeztetni kell, az alapelveket egyeztetni kell, és azért az LMP-vel és a Momentummal nagyon sok dologban egyetértünk. Mind a két pártot én 21. századi pártnak tartom, akikkel lehet konstruktivitást folytatni, de természetesen azért mindig a részletekben bújik meg az ördög. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az nem egy rossz hír senki számára, legyen az bármilyen párt szimpatizánsa, hogy vannak olyan pártok a Magyarországon, akik legalább konstruktivitást tudnak egymással folytatni. Tehát ha odájutnánk már a magyar közéletben, hogy a pártok legalább értelmes dolgokról, értelmes vitákat tudnak folytatni, akkor már azt gondolom, hogy nem itt tartanánk, mint ahol most tartunk sajnos. Ilyen feltétele, vagy elképzelt forgatókönyvekről beszélünk, ugye itt akár egy koalíciós lehetőségéről is, de hát a programok hagyján ott vannak ugye a számok is, hogyha azt mondjuk, hogy csak a 21. századi pártok, vagy akiket önök úgy neveznek, akkor, és most egy kicsit mindenkivel jótékonyan fog számolni, biztos pártválasztók mondjuk Jobbik 25, LMP 10%, Momentum 3, ez összeadva 38 versus Fidesz 49, hát nincs több 21. századi párt, és még nem vagyunk ott, ahol lenni kell. Ez most egy becslés volt az ön részéről, és 2018-ban pedig majd lesz egy valódi közvéleménykutatás, egy országgyűlési választás, ahol meggyőződésem szerint a jelenlegi kutatásoktól egészen eltérő eredmények fognak születni.
És az, hogy egyébként a Fidesz nem vezet olyan mértékben, mint amennyire a kutatások felülmérik, talán az is bizonyítja, ahogy a Fidesz politizál, és amilyen eszközökhöz nyúl. Hiszen, hogyha én mondjuk a Jobbik 60%-on állom, mint bizonyos közvéleménykutatások szerint a Fidesz, akkor én nem biztos, hogy nem rendelnék meg permetezőgépeket is, osztanám szét központilag a Fidesz szervezeteknek, hogy fújják le a Jobbik plakátjait az aktivisták segítségével, mert azt gondolnám, hogy ez piti és szánalmas egy ilyen magabiztos előnyt a kezében tartó kormánypárt részéről. Úgyhogy nekem vannak olyan megérzéseim, és vannak olyan tapasztalataim, és az országjárások során érzem is azt, hogy van egy elfojtott várakozás. Az emberek egyelőre egy dologban biztosak, vagy legalábbis az emberek többsége egyelőre egy dologban biztos, hogy kormányváltást akar. Azt, hogy ez milyen formában, milyen módon fog megvalósulni, ez még az emberek egy jelentős része számára kérdés. Őket kell meggyőzni nekünk, jobbikosoknak és nekem, mint a Jobbik miniszterelnök jelöltjének arról, hogy a Jobbik a legjobb választás. A Jobbik képes arra, nem csak hogy leváltsa a kormányt, hanem arra is, hogy jól kormányozzon. Van olyan értelmiségi holdudvara, tapasztalata, ami alapján az országot sokkal tisztességesebben és jobban tudja irányítani, mint a Fidesz. De megtörténik a választás, kialakul majd egy politikai helyzet, és abban a politikai helyzetben kell erre a kérdésre visszatérni. Tehát nagyon izgalmasnak tartom azt, hogy ez a dolog ilyen értelemben Havasári könyvén keresztül kiszivárgott, de én nem a koalíciós kérdésekkel foglalkozom. Nincs is ilyen elnökségi napirend vagy választmányi napirend, mi a választási győzelemre készülünk. Ezzel együtt most számunkra az újdonság, hogyha mégiscsak erről beszélgetünk a továbbiakban is. Mi történik akkor, hogyha ez a két párt már most kikosarazza önt, és hát nem is voltak annyira lelkesek, nem kellett volna előbb mondjuk a parlamenti folyosón úgy Szél Bernadettet arrébb húzni, és hogy mi lenne, ha nyilván a Momentummal ezt nem lehet megtenni a parlamentben még, de megkérdezni őket, hogy beszéljünk erről. Nem veszélyes ezt csak úgy bedobni, és aztán hát ha nem is annyira nyitottak erre? Ez egyrésztről semmiféle tárgyalás nem indul, és nem is indult ezügyben a pártok között. Ahogy mondtam, nem csak nálunk nem elnökségi vagy választmányi napirend, hanem a többi pártnál sem, mindenki a választásokra készül jelen pillanatban. A másik dolog pedig, hogy ez nem bedobtam, hanem ez ugye Apas Erikkel készült egy könyv, amit nem úgy kell elképzelni, hogy ott leültünk másfél órára és egy ilyen nagy interjút fölvettünk, hanem többszöri alkalommal hosszú órákon keresztül beszélgettük, és a számtalan téma, ami előkerült, 200 témából mondjuk ez volt egyetlen egy. Akárhogy is ön hozta ezt nyilvánosságra, úgy, hogy előtte a többiek nem tudtak róla. Ezt vállalom is, hogy ezt ilyen értelemben abban a könyvben ez megjelenik, de én ebben semmi kivetni valót nem látok. Hát mindenki megfogalmazza a maga viszonyulását ehhez a kérdéshez, hogy ez a Momentum, vagy az LMP hogy viszonyul, az már nem a Jobbik és nem az én ügyem. Én elmondtam, hogy a Jobbik és én magam az Orbán kormány leváltása érdekében, és az ügyben, hogy ez a korrupt és az ország leszakadásáért nagyban felelős kormány menjen, és hogy helyette valami tisztességes és becsületes kormányzás váltsa fel a mostani kabinetet. Én ezügyben nyitott vagyok egy adott matematikai szituációban, parlamenti matematikai szituációban kompromisszumot kötni az ország érdekében. Aztán, hogy az LMP vagy a Momentum ezt hogy látja, hogy nekik mennyire fontos a kormány leváltása, mennyire fontos az ország jelenlegi pályáról való átállítása egy felemelkedő pályára, az az ő kérdésük, már nem az enyém. Egy koalíció esetében azért a kicsik azok a királycsinálók, hiszen sok minden múlik rajtuk, tehát adott esetben nagyobbak is lehetnek a követeléseik, és adott esetben nagyobb is lehet a súlyuk később, mint amekkora arányt képviselnek, vagy amennyivel ők hozzájárulnak a sikerhez. Mennyit vesz be az ön gyomra ilyen szempontból? Mit szólna mondjuk Szél Bernadetthez miniszterelnökként abban a kormányban, amiben a Jobbik is részt vesz? Nyilván nagyon előre szaladunk, mert amiről végképp nem volt szó, az pozícióknak meg posztoknak az osztogatása. Itt egy dologról volt szó, hogy én bennem van egy felelősségérzet az ország felemelése iránt, és a jelenlegi kormány leváltása iránt, és ez a felelősségérzet azt mondotta velem ebben a könyvben, hogy amennyiben a helyzet ezt megkívánja, akkor kompromisszumot kell kötni. De hogy ki milyen pozícióban, hogyan, ez szerintem még annyira távol és annyira hipotetikus, hogy ezt inkább meghagyom a politológusoknak az ilyen jellegű elemzéseket. Egy biztos, én a Jobbiknak a miniszterelnök jelöltje vagyok. Ez azt jelenti, hogy arra készülök, hogy legjobb reményeink szerint 2018-ban az ország miniszterelnöke leszek. Így kelek föl reggel, így dolgozom egész nap, és ezzel a reménnyel alszom el este. Erre készülök, és azt gondolom, hogy a Jobbik ma az az esélyes párt. Az a legnagyobb ellenzéki párt, amelyik valóban esélyesként jelenhet meg a választók számára. Az LMP, a Momentum fontos pártok. Én nagyon szorítok nekik, hogy bejussanak a parlamentbe is minél jobb eredménnyel. Azért azt
valljuk meg, hogy egyikük sem kormányváltó erő, sem az LMP, sem a Momentum. Ma Magyarországon egyetlen egy kormányváltó erő van, ez a Jobbik, ennek a pártnak pedig én vagyok a miniszterelnök jelöltje, amiben nagyon bízom a választásokig, egy picit más téma ugyan, de ide tartozik, az az, hogy lesz lehetőségem a miniszterelnökkel, Orbán Viktorral egy miniszterelnök jelölti vitát tartani, ami minden európai országban természetes és normális, csak náluk vált, úgymond a vágy kategóriájába. Igen, ez annyira nem szokás az utóbbi időben. Nézzünk még gyorsan egy közelebbi kérdést. A Közös Ország Mozgalomról is kérdezte önt az MNO.hu riportere, ahol nagyon szépen elmondta, hogy miről szól a Közös Ország Mozgalom mostani kezdeményezése, ugye, hogy a civilek találják meg a legjobb jelölteket az egyéni választókerületekben, és hogy ehhez egyébként a Közös Ország Mozgalom felméréseket szeretne csinálni, hogy valóban a legjobb jelölt kerüljön ki. De pont arra nem válaszolt, hogy ebben a Jobbik részt vesz. Tehát ha a civilek arra jutnak az ő felméréseikkel, hogy hát itt bizony nem a Jobbikos jelöltnek kéne indulnia, vagy ebben a körzetben adott esetben éppen nem is volna Gábornak kellene indulnia, akkor mit szól ahhoz a Jobbik? Hát mivel ugye ez egy civil kezdeményezés, ebben természetesen a Jobbik nem vesz részt, mint ahogy én azt gondolom, hogy egyetlen egy párt sem fog ebben részt venni, ez egy civil kezdeményezés, és addig jó egy civil kezdeményezés, amíg a pártok nem jelennek meg benne, mert az általában az ilyen jellegű kezdeményezéseket tönkre tudta tenni. Én nagyon izgalmasnak és érdekes kérdésnek tartom azt, hogy melyik választókerületben ki a legerősebb ellenzéki jelölt. Ugye itt visszalépésről vagy visszaléptetésekről nem feltétlenül van szó, ha jól értettem, akkor közvéleménykutatásokról van szó, amely megmondaná a választóknak, hogy melyik választókerületben, melyik az az ellenzéki jelölt, legyen az bármelyik pártnak is a képviselője, akinek a legnagyobb esélye van a kormány leváltására. És ha egy ilyen jelölt lesz, aki nem a Jobbikos, akkor a Jobbikos jelöltet önök megtartják attól még a pályán? Én azt gondolom, hogy itt a jelöltek visszalépéséről szó sincs, és a jelen pillanatban az ellenzéki pártok közül, mint a legerősebb ellenzéki párt, ezt ugye elmondtam már többször, talán ebbe a felmérési, hogy mondjam, megmérettetésbe, vagy ebbe a közvéleménykutatásba mi tudunk a legjobb lelkiismerettel és a legnagyobb magabiztossággal belevágni, hiszen meggyőződésem szerint a 106 választókerület többségében ma a második legerősebb párt és a második legerősebb jelölt az mindenhol a Jobbik.